Békésen csobog a víz a Sóstói parkfürdő most még üres kordonokkal körbevett úszómedencéjében. A hétvégén már pancsoló gyerekek és úszók tempózásának hangja töltheti be a strandot. A szombati nyitásra régóta készül a létesítmény, amely a többi nyíregyházi egységgel együtt március 17-én zárta be kapuit a látogatók előtt. Az állami rendelkezések május 4-e óta adnak lehetőséget a szabadtéri fürdők újranyitására. Itt is egyelőre csak a nyitott vízforgatós medencék lesznek használhatók, a korábbinál nagyobb, de nem veszélyes klórtartalom mellett. Az üzemeltető Sóstói Gyógyfürdő ZRT azonban a Nemzeti Népegészségügyi Központtal folyamatosan egyeztetve, azon dolgozik, hogy a töltő ürítőrendszerű termálvizes részek is mihamarabb látogathatóak legyenek. Ehhez egy különleges fertőtlenítési módszert engedélyeztetnek. Ez lényegében víz, mint a vételezésről szól. Az NNK-nak, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak van erre egy iránymutatása, hogy milyen időszakokban kér levenni mintát, ezeket milyen vizsgálatokat kér, akkreditált laboratóriumok végzik ezeket a mind a mintavételeket, mind a vizsgálatokat nyilván. És arra kíváncsi az NNK ezzel a szakvéleménnyel is, ez egy elnyújtott folyamat, lényegében egy bő kéthetes folyamat, maga az engedély kiadása még az rájön erre az időszakra, hogy a biológiailag értékes alkotó elemei a víznek, jelen esetben itt a bróm, a jó tartalma rendkívül magas, vagy ahhoz képest a termálvizek közül mondjuk kiemelkedő nálunk, hogy ezeknek az értékes gyógyhatást eredményező alkotó elemeknek a fertőtlenítő szerrel történő kezelése során sérülnek-e ezek az alkotó elemek. A hatósági eljárások után várhatóan június 20-án nyithatnak meg az érintett medencék. A 15 négyzetméter alapterületnél kisebb pesgőmedencék felszín feletti élményelemei, a dögönyözők, szaunák, gőzkabinok és az aeroszol képződéssel járó szolgáltatások sem működhetnek egyelőre. A csúszdákat viszont használhatják a fürdőzők. Várhatóan a hónap közepétől a gyógyászati szakrendelések is elindulnak. Mindezek működtetéséhez a megfelelő alkalmazottakra is szükség van. A cég az előző hónapokban igyekezett megtartani munkavállalóit. A dolgozók március hónapban lényegében a szabadságokat vették ki, majd április hónapban egy megállapodást kötöttünk valamennyi dolgozóval, ahol egy csökkentett bért tudtunk fizetni nekik, majd május hónapban a bértámogatási rendszer, a kormányzat által megértetett bértámogatási rendszerbe 111 néhány dolgozónknak sikerült bekerülnie, és ez így tartott egészen május 30-áig. Most ez még egy pár napig van egy néhány dolgozó, akik már a Tóföldön szolgálatot teljesítenek, nyilván ők a 30-ától kezdődően már kikerültek ebből a rendszerből, és a héten folyamatosan minden más dolgozónk kikerül. Idén nyáron szezonos dolgozókkal és diákmunkásokkal sem találkozhatunk a strandon. Helyettük a többi még meg nem nyitott egységben dolgozót osztják majd be ide. A fürdőzőket szombattól várják, ráadásul egyelőre kedvezményes árujegyekkel. Mivel a személyenként előírt minimális víz és zöld felület biztosítása miatt itt is létszámlimit lesz érvényben, a pénztárnál főleg jó idő esetén hosszabb sorokra is számítani kell. Az üzemeltető ezért azt javasolja a vendégeknek, hogy indulás előtt telefonon érdeklődjenek a forgalomról.